A rend helyreállítására szólított fel Emmanuel Macron francia elnök, miután vasárnap este újabb válságtanácskozást tartott Párizsban. Előzőleg a rendőrök által lelőtt 17 éves fiú nagymamája is nyugalomra szólította fel a zavargások résztvevőit. Hétfőre virradó éjszaka már nem voltak olyan erőszakos események, mint előző éjjel, amikor egy polgármester házát is megtámadták Párizs egyik elővárosában. A tisztviselő nem volt otthon, mert éppen a zavargásokkal foglalkozott a városházán, de a felesége és a gyerekei igen, amikor hajnalban egy autót toltak a kertjükbe és meggyújtották. Menekülés közben az asszony lábtörést szenvedett. A hat napja kezdődött franciaországi zavargások máshogy is riadalmat keltettek. A német kancellár aggodalmát fejezte ki, miután a francia elnök elhalasztotta vasárnapra tervezett németországi látogatását. Jó barátságban vagyunk Franciaországgal, egy párt alkotunk, amikor arról van szó, hogy az Európai Unió jól működjön a közös jövő szempontjából. Természetesen aggodalommal figyeljük a zavargásokat. Meggyőződésem, hogy a francia elnök megtalálja a módját a helyzet megoldására, nyilatkozta Olaf Scholz kancellár. A francia nagyvárosok utcáira közben újabb 45 ezer rendőrt vezényeltek ki. Macron ma tárgyal a parlament vezetőivel és a zavargások által érintett több mint 220 település polgármestereivel.